Románia soros uniós elnöksége kapcsán ismertette Kármendán belügyminiszter azokat a legfontosabb témákat, amelyek a belügyi bizottság keretében napirendre kerülnek. A bizottság a bukaresti informális tanácskozó után március 7-én és 8-án hivatalosan is összeül Brüsszelben. Március 1-e lévén a belügyi alkalmazottak virágokkal kedveskedtek a női újságíróknak, Kármendán mai sajtótájékoztatója előtt. A belügyminiszter elmondta, az alábbi fő témák szerepelnek a március 7-8-ai belügyi bizottság brüsszeli ülésének napirendjén Románia elnökletével. Európa külső határai védelmének szabályzata, közös európai menedéknyújtási politika és a menekültek áthelyezése, az Európai Unió együttműködése külső partnerekkel, a terrorfenyegetés elhárítása és a korrekt EP választások biztosítása, beleértve az álhírek elhárítását is. Továbbá a román elnökség hamarosan lezárhat egy fontos dossziét a belügyszak területén. Az Unió tanácsának román soros elnöksége az utolsó eljárásbeli lépéseket teszi meg a közös katasztrófavédelmi mechanizmusra vonatkozó iratcsomó lezárása érdekében. Létrejött így módon a RescEU, amely közös eszköz a gyors beavatkozásokra természeti vagy ember okozta katasztrófák esetén, amennyiben a következmények kezelése meghaladja egy tagállam lehetőségeit. Mindez azt jelenti, részletezte a belügyminiszter, hogy az uniónak közös tartaléka lesz tűzoltó légijárművekből, nagykapacitású vízszivattyúkból, mozgókórházakból és sürgősségi beavatkozásra kiképzett személyzetből. Mindez a legrövidebb úton bevezethető lesz radiológiai, nukleáris, vegyi vagy biológiai katasztrófák esetén. A küszöbön álló Brexit ugyancsak foglalkoztatja a belügyiseket, különösen ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Unióból. Ennek érdekében a kölcsönösség jegyében tárgyalnak a brit hatóságokkal, hogy az egymás területén élő állampolgárok ne szembesüljenek kellemetlenségekkel a kilépés után.